another visitor. Stay a while. Stay forever. Na viszont a golam, menjél már innen! Hát ne, nem igaz. Mindenbe belenyúl. Nincs tám a drágaságot. Bocsáss meg, aztán! Nem érdekes, most videót csinálok, hagyjál békén. Nos, kicsit elgondolkoztam. Remélem láttátok már Messennek a Fallout 4-es sorozatát, mert igen, igen érdekes dolgok történnek vele. Azt ígérte legalábbis egyszer valakinek, talán egy régi szobatársamnak, hogy majd föltesz. És amint látjátok, nekem is elmúlt már a sátításom, és szépen tudok futni. No, egyik szavamat másikba ne öltsem, így beállok ilyen szépen, macsó módon. Azt így egy kicsit gondolkoztam, összehasonlítottam a Fallout 4 világát az Andromeda galaxis világával, és hát ugye a Fallout 4-ben úgy minden el van pusztulva, borzasztó az élet, rettenetesen kezdődik. Az Andromeda galaxisban minden bolygó le van pusztulva, borzasztó az élet, rettenetesen kezdődik. De mégiscsak talán egy kicsit több reménnyel, nem tudom, ti hogy gondoljátok egyébként? Tehát a Fallout 4-ben is ugye megvan a remény az új kezdetre, az Andromeda galaxisban is megvan a remény az új kezdetre. Lehet, hogy ebbe inkább nem is vágnék bele ilyen szociálpszichológiai, pszichohistorikus elemzés stílusban, hanem előbb megvárnám a ti véleményeteket, hogy mit gondoltok, hogy ez a két játék így összehasonlítva melyik a jobb, melyik a rosszabb, melyik az érdekesebb, melyik az érdektelenebb, melyik a pozitívabb, negatívabb, és így tovább. És most jöttem csak rá, hogy én Via SD-vel kell, hogy mozogjak, úgyhogy félreteszem ezt a cigarettát. Meg egy kicsit visszaszokok az irányításra, mert mostában talán icipicikét sokat Minecraft-oztam. Ja igen, így kell ugrani. Ez a folyadék is ilyen sebzős téma? Ó, hát persze, hogy az. Jó, ne aggódjatok, tudjátok, hogy minden szmötyibe belemászok, mindenhova elnézek, mindent megpróbálok úgy körülnézni és felderíteni, hogy hát, ha van benne valami érdekes. Ó, és úgy látom, hogy a Radiation Hazard az így pajzs nélkül sokkal problémásabb. Nem baj, nem esünk pálinka, hanem... gyorsan visszafastravelezünk. Már nem tudom, ehhez miért kell ennyit. Ó, nem fastravelezünk vissza. Mission failure. Borzasztó. Na mindegy, betöltöm még egyszer, mert elvileg ezt a manual save-et töltöttem be. Így nem vész el semmi. Úgy látszik, pajzs nélkül egy kicsit jobban kell vigyázni a sugárzással. Nos, tehát amit az előbb láttatok, hallottatok, meg se történt, szervusztok, normál 69 vagyok, egy vérkomoly csillagfelderítős részből. Azért szívesen körbeszkennelnék, megnéznék. Még egyszer megnézem én azért, hogy így a sugárzás meg ezek, tehát... egyes szintű sugárzás. Egyes. Gondolj bele, Józsikám, egyes szintű sugárzásban nem halunk bele olyan könnyen, ugye? Ugye, hogy nem. Kis szkennerelés, semmi cable, semmi egyéb. Beszélni ilyenkor tudok? Nem tudok velük. Ó, mindegy, ez a kis cucu, ez ilyenkor úgyis reszeteli a pontokat. Háromszögelés, sikeres. Na, ez valami új. Jött tőlük egy üzenet, inspiráló zenével. Ó, és ez az egyes bolygó. Ja, hogy ez egy ilyen propaganda szöveg a telepeseknek, hogy jaj, de zsír lett ez a bolygó, srácok, hát csofadjatok le ide, és csak lustálkodni kell, meg kapálgatni a krumplit, és minden nagyszerű lesz. Jézusom. És beraknak ilyen szép képeket, hogy búzamező, napnyugta, tehenek. Honnan szedtek ehhez ilyen képeket? Jó, meg azért le kéne telepíteni.
a cuccot. Most ennek nagyon örülök, hogy ezt így behoztad, Józsikám, de... Akkor most nem tudok fegyvert váltani? Ez elvileg arra van, hogy fegyvert tudjak váltani. Ahogy az első két szájt az rossz volt. Na ez érdekes egyébként, hogy milyen üzenetek jönnek a bolygó témában. Még itemem és limitem sincs, ez nagyon érdekes. Meg XP-m, meg semmim. Meg kreditem se. Jó, ez nagyon remélem, hogy valami átmenet, hogy így hirtelen nullázták a kreditemet. Jó, hát... Elektron sűrűség, manipulációt érzékeltünk. A sötét anyagból a sugárzás és becsapódás. Jó, ez itt nem az a menü, ami nekünk kell. Nekünk ez a menü kell, így. Meg egy jó kis térképfazon, és akkor nézzük, mik vannak itt. Igen, ez volna, hogy a sziklákat kell szkennelni, de ugye még marha nagy volt ott a sugárzás. Itt van egy memória trigger, ez is egy sziklázás. Ez is egy sziklázás. Hova tűnt a... és itt lehet majd az outpostot lerakni. Hát figyú, rakjuk le az outpostot. Tényleg nincsen több lehetőségünk, bár ezt a sziklamezőt én még megnézném egy kis bányászatra. Nem exit to desktop. Trotty vagyunk. Jó, szerencsére nem félig épül föl a híd. Hú, de gyors vagy. Itt még a múltkor gecek voltak. Jaj, de most csak ilyen kis aranyos taposórákok vannak. Hello. Nézd. Ó, megúszta. Basszus, hát megúszta. Na mindegy, most, hogy itt nincsenek azok a gettek, amik múltkor olyan csúnyán lelőttek engemet. Járjunk egy picikét, hát ha van itt valami érdekes. Itt még ilyen növényekkel fertőzött a cucc. Yes. Netán egy szan. Ja nem, az... Nem mondott, hogy ezt még nem szkenneltem le. Valószínűleg mentések között nem igazán érzékeli a dolgot. Most, hogy itt nem lesz semmi érdekes. Na jó, itt van egy kis lítium, amit már leszkenneltem így. Az a gáz, hogy vakon még nem találom meg a billentyűket. De annyi baj legyen, tehát itt egy darab lítium erőforrás volt, így kész. Ő szerintem már volt szkennelve. És annyi életforma itt nincs is. Oh, hello. Még egy lítium. Ja, ez most nikkel volt. Nikkel? Nikkel szkenneltem már? Yep. Trotty vagyunk tovább. Azt ebből persze majd kivágom a nagyjából... ott van egy fiatal barátunk. Hello. Alihó. Barátságos arcot kérek. Nem, te már voltál szkennelve. Milyen aranyos, hogy nem támad meg minket. Biztos szereti azt, hogy egy kocsi elmegy fölötte. Na, akkor viszont EPI-o, és a szellem lovasok az éjszakában. Hogy is? Jobb klik? Nem, itt akkor sem megyek föl, hogyha jobb klik. Fékezzünk. Ez itt vajon mi? Ez vajon mi? Lőjétek le! Ja igen, ez egy ilyen kett, akármicsoda. Hé! Hagyol békén! Hagyol békén! Nem piszka, nem sutyi! Na! Ja! Elő kéne venni a fegyverem, és akkor már mindjárt jobb. Oké. Most meg a szkennerem. Ez itt egy. K
Carulion. Négylábú ragadozó, ami... Igen, ez a... Ó, tehát ennek természetes verzió is létezik. Nem csak az, amit a kettekbe idomítottak. Oké. Okay. Jó neki! Rakjunk le egy bázist a kettek óra elé. Erre jöttem már? Nem, erre még nem jöttem. Ott is van egy láthatatlan brügyőke. De hogy őszinte legyek, nem érdekel. Igen, traktorüzemmód. Traktorüzemmód ki. Arra nem tudok fölmenni. Hopp, 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 hopp. Mineralzón, elnézést. Ha mineralzón... Igen, vettem. Erre lecsökken. Aranyos, hogy csak így később szól. Jó, mégiscsak elmegyek erre, mert itt volt az első mineralzón. Valahol. Talán valahol. Nem. Ez már nem mineral zón. Ó, van. Milyen aranyos bogarak élnek itt. Ott volt a mineral zón. Lehet, hogy föl... Aha, aha, megvan, megvan. Rászívódott most már az elmém felszínére az információ. Ferrum, de elég kevés. Úszik föl a rész, és itt, itt. Kérek szépen egy mining drontot. Csak ez egy bizonyos körben elvileg kibányászza az érceket, de lehet még mászkálni. Az mondjuk egy kicsit őszintén zavar, hogy fegyvereket nem raktak föl erre a témára. Nézzük a sugárzás. Aha, aha, megy föl a rész. Igen, és ettől balra volt a nagyon sugárzós hely. És szerintem most azt fogom csinálni, hogy... Így. Hátrafelé bemegyek ide. Nem, mind... Igen, 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 ez az, ez az. Ja nem, ezt kell nyomni. Igen, észrevettem. És akkor ezt talán most mégse kockáztassuk meg. Itt netán, ah, itt egy kicsikét, egy nagyon icipicit fölment a rész. Szerintem igazándiból azon a sziklaplatón kéne megpróbálni. Na, olyan vagy. Itt szerintem föl kéne tudnom menni. Már csak ezzel a hatalmas vezetési tudásommal is menj már föl! Bénaság. Ez egy... Ezt egy terepjárónak meritek nevezni? Nem már? Ah. Na jó. Majd oda való máshol kell följutni. Még akkor is, hogyha a réz egy icipicit fölmegy. Hopp, egy lik. Esetleg ott fölmenni. Hallok itt mindenféle húrtyogást. Próbálok egy kicsit óvatosabb lenni. Na, nincsen magas fokú radiáció, nincs. És akkor netán itt egy kicsit komolyabb bányászati lehetőség. Nem, nem. Tudom, azért jöttem ide fel. De basszus, itt nincs semmi. Lent több bányászható dolog volt, mint itt fönt. Nem, 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 nem esünk le. Jó, hát nem tartom kizártnak, hogy nem ezeket a droidokat keressük. Még akkor is, hogy itt, hogy de nagyszerűen bányászható területek vannak, azt a mindenit. De nem úgy tűnik, hogy ilyen lenne itt. Most tényleg így följövök én mindenhova. De nem akarja az igazságot. Cut ahead.
They appear to be fighting a Krogan. Is that Drac? Hol is van Drac? Tök aranyos, hogy kettek vannak előttünk. És úgy néz ki, mintha egy Krogannal harcolnának, de hol? Tehát úgy nem lehetne megmutatni, hogy itt harcolnak a Kroganna. Hogy ez no... Ott vannak a kettek! Hello! Hop, 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 hop. Fegyver elő. Barátkozunk meg a kettekkel. Tessék, oda kaptok egy... ilyet. De hogy már rendben is vagyunk. Ott vannak. Meglepetés! Meglepetés. Na. Mi még kettek? Még kettek. Azt tudjátok, hogy ti berekedtek? És velem verekedtek. Na. Ezt kell nyomni, igen. Meg ezt kell nyomni, így frankó. Safe condition. Léci, a másik irányból kukkolj. Ott vannak. Meglepi! Ja, hogy ez most fedezékben van, akkor én most reloadolok. Rendben. Kaptok egy ilyet. Oh, onnan is lőnek. Ennyi benye. Vírusbombát tudok? Tudok. Csak sosem találja el... Ott van. Na. Jó, lőjen nagyon sokat, rendben. Nagyon sokat lőttél, oké? Eltalálom egyáltalán? Nem úgy tűnik. Tiriri, és már megint szétlőtték. Őt. Hopsz. Emma jó lesz. Basszus. Mindig az utolsó pillanatban arrébb húzom. Jó, egyet ott leszettem. Ágyú még mindig megy, fasza. Hello. Nem, olyan messzire nem tudok vele ellőni. Egy reload. Nézzük ő hozzá, mit szól. Nem, ez se jó sajnos erre a célra. Mindegy, most már kipróbálom. Elvégre ez az utolsó harc. Jó. Ha. Oh, megöltük őket. Hősiesek voltunk. Ezt nem fordítom le. Ez a csata mókás volt. Te mondod nekem? Tudsz vigyázni magadra, kisrác. És azt hiszem, neked kell megköszönni, hogy kitisztult az ég. Egész rosszul értékeltelek. Jó, dolgozunk együtt. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together. Peregapó. This fight was pretty good, but you're still Nexus and green as a drell. Akkor is Nexus-i vagy, és zöldfülű. De úgy érzem, hogy rejlenek benned még lehetőség. Ne pazaroljuk el. Mutasd meg, merre van a hajód, és próbálj lépést tartani velem. Úgy lesz. Kicsit megzavar, majd szoknom kell, hogy látom az ellenfeleket a kóveren keresztül is. Reload meg, volt V betűvel kell eltenni. Akkor kezdjünk bele egy örömteli lootolásba. Mondjuk elteleportált a fedezékemből, úgyhogy per pillanat nem tudom, hogy hol voltunk. Jó van, már megvan.
itt voltunk. Radiáció. Ebből viszek szuvenírnek az asszonynak. Ja, hogy én ebből már vittem, amikor előzőleg voltam itt, és ezen megjegyezte a fenelgyemet. És itt még nem is sugárzik annyira a sugárzás. Jó. Szuvenírt nem hagytak, még jó, hogy nincsen endurance. Ha belelépek a tócsába, akkor meghalok. Radiáció. De nem olyan erős. Ez így azért elég prima. Itt már talán tudunk netán este tábortüzet rakni, szalonnát sütni. Tudja, hogy mindenki erre gondol. És még száraz fát se gond szerezni. Persze először szkennelik el a növényeket, hogy ezek tényleg fák-e, vagy pedig mondjuk egy intelligens létforma, ami éppen fa alakú. Hello! Itt építjük meg az új mocsárvárat, hiába dűlt össze az előző kettő. És én mondom meg, hogy miért nem a Nexus szól bele. Az úttörő vezetőnek kell döntenie a hiperintelligenciára és a félgépségére való tekintettel. Tehát tudományos vagy katonai létesítményt építünk. Csapat? Mire gondoltok? Tik. Vetra szerint tudományos. A kedves hárfás nő szerint pedig katonai. Tehát ez a nagybetűs kezdeményezésünknek, a tervezet, így fogom hívni, hogy tervezet, csak eszembe jusson mindig ezt a initiatívet. Tehát a tervezetnek egy ilyen megnyilvánulása is, hogy mit létesítünk először. Mivel én általában az őrültudósokkal vagyok, tehát gondolom senkit nem fog meglepni, hogy tudományos lesz. Elvileg felfedezni jöttünk. Ez az alapunk, erre alapozzuk a tervezetet, és ez a jövőnk is, a tudomány. És jönnek a tudósok. Andromeda Initiative, this is Ryder, Pathfinder. Én vagyok az. Ios készen áll a fogadásotokra. Rendben. Outpost blocked inbound. And ready as hell. Készen vagyunk. És leszállunk. August Bradley, operational head for this block. Augustus Bradley. Én vagyok a vezetője, azt hiszem. A legtöbbet próbáljuk kihozni abból, amit adtál nekünk. Hát ez nem csak az én érdemem. Sok emberre volt szükségünk, hogy idáig jussunk. És hogy folytassuk. Hallottam. Prodromosnak hívjuk. Hónapok óta nem láttam valakit ennyire cselekvőkésznek. Nem tökéletes világ, és nem tökéletes az animáció sem, mert akad, de azt hiszem, a lehetetlent el tudtad érni. Figyelmeztettem a Nexust. Azt hittem, de bizonyítottad, hogy nem vagy felelőtlen. Teljesen igazad volt, hogy óvatos voltál. I appreciate your candor. We're all on the same side. Ugyanazon az oldalon vagyunk, értékelem a véleményedet. Annyira messzire még nem mennék. Nem probléma. Mivel azt mondtam neki, hogy jogos, hogy ennyire óvatos volt. Időt vásároltál nekünk, Ryder. De ettől még nem fogjuk elkerülni az éhezést. Van esetleg valami más utad? Igen, találtunk egy bolygót.
Na, itt most ez bonyolult lesz egy kicsit. A többiek áldásukat akarják adni a tevékenységedre. Mindazt akarjuk, hogy a tervezet sikeres legyen. A lényeg az, hogy tudj erről. Ez minden. Bármi, ami segíti a tervezetet. Nem érdekel, hogy ki miért segít, ameddig segítenek. Hallottam ezt már korábban. Beszélj Bradley-el. Később majd átvesszük a... Később majd átvesszük a pontosított feladataidat. Beszélj Bradley-el. Minden jót, viszlát. És most engem fölraktak ide, ahol a sugárzás van. Köszönöm szépen, hogy fölraktatok ide, ahol a sugárzás van. Akkor napozok. Ó, és elrepült a repülő. Nagyon csofadjunk le. Régi jó szokás szerint megnézzük, hogy van-e falling damage. Van. De jó, hogy engem ide fölraktatok, de tényleg. Muszáj volt ilyen messzire sétálni? Ó, visszajött a pajzs. Hopszi, pacs. Na, jó van, itt már biztonságban vagyok. Tehát beszéljek a bázis vezetőjével, Bradley-jel. Azt hiszem egész jó, talán a legjobban jöttem ki a nővel való beszélgetésből. Nem mondtam, hogy ilyen olyan manipulatív, meg ilyen marhaságok. A tudomány érdekében egy kis szkennelés. Nem. A tudomány érdekében egy kis felmászás a tetőre. Nem. Még egy kis szkennelés esetleg, nem. Jó, keressük meg Bradley-t és nézzük meg, milyen lett az új bázis, amit szétpakoltak. Attól függetlenül, hogy kicsit sötét van bent. Nappali. Itt van egy muksó. Remélem az a szimpatikus csempész is tiszteletét teszi, aki túl korábban. Ne ijesztegessél. No. Netán valami, bármi, akármi. Nem. Hello, Monsieur Yale. Sorry I came to this Pathfinder. Sajnálom, hogy ide jutottunk, Pathfinder. Miért? Hát, nincsen radiáció, van új hely. Pathfinder. Remélem, ő az a fazon. Ja. Nukushima. Henevoto. Ezt se tudom megnézni. Jó. Ja, hogy mennek a kis szállítójárművek, annak hallom én itt a folyamatos hörgését. Jó van. Itt a következő hely. Gé. Nuku. Ajtó. Itt is egy fazon. Úgy látom éppen derék hajlítási gyakorlatokat végez. Aha. Időre van szükségük és valami doki. Jó, hát kellemes derékfájás gyógyító gyakorlatokat, mister. Á, itt van a cucc, ahol visszagyógyulok. A fegyverem nem bírom előhúzni, de nem baj. Hoppika, nézzük meg ezeket az épületeket, ott voltam az előbb. Így jön a következő. Most remélem ez majd egy kicsit sikeres. Nem hiszik el, hogy sikerült nekik. Már kapunk a labortól igényléseket. És reméli, hogy a tudósok biztonságban lesznek itt. Ó, bármi technology. No. Ipari kémkedésünk.
a kékeknek egyelőre nem hajtható végre. Bakolásznak szíjjel. Kane Fawkes! Ó! Egyik Amber szerepjáték karakterem Guy Fawkes volt. Aha, Scratchpad, ez pont az ő bejegyzése. Ha tele van tervekkel. Ó, szeretne egy ilyen egysínű vonathálózatot építeni. Rakás ilyen kis rajz, meg ilyesmi van. Aha, összehasonlító rajzok azzal a vonattal, ami a Nexuson van. A következő évszázadra megtervezte a populáció növekedést. Igen, mert Battery mindig örül a számoknak. Mondjuk annyira nem lett volna nehéz szerintem egy pár JPG-t ide beilleszteni, ahelyett, hogy leírnák, hogy mi van ott. Uh-huh. És nagyjából megtervezte azt, hogy honnan szedik majd a vizet, a szennyvizet hogyan vezetik el, wireless energia routerek, aha, és hol lesznek a járdák. Jó, már tervezgetnek, nagyszerű. Csak azt nem tudom, hogy ez miért maradt felkiáltójeles, ha már egyszer megnéztem. És pont Alice, azt hiszem az a nő, akivel beszéltem az előbb. Fawkes! Na milyen ott? Úgy hallottam, hogy Bedri egész simán installálni tudta a dolgokat. Tudtam, fiúk, hogy ezt meg tudjátok csinálni. Meséljetek el hosszról! Itt a Nexuson elég unalmas az élet, úgyhogy megpróbálok rajtatok keresztül élni. Ó, emlékszel a Chaisiról, akiről beszéltem, az Asariról? Ó, na most már ellenőrzöm, hogy Alice tényleg az az Alice, mert egy Asari nővel akar hétvégére elmenni. Alig hiszem el, hogy igen mondott. Kívánj nekem szerencsét! Na, ez most pedig te jössz, haver. Jó, tehát ezért nem szeret engem, mert férfi vagyok, és igen, az itemém is megvannak, és a kreditjeim is, és nem soká szintet is lépek. Öröm volt ezt a terminált elolvasni. Na, akkor nézzük Mr. Fawkes-ot. Egyébként Guy Fawkes az egy angliai történelmi személyiség volt, azt hiszem egy sikertelen forradalmár. Nincs vetlen egy üzemanyag cellád? Hoppá, te vagy az úttörő vezető, bocsi, senki nem mondta, hogy VIP-k is lesznek itt. Nyugi, Ryder vagyok, örülök, hogy találkoztunk. Bemutatkozik, hogy ő a főmérnök itt Prodromosnál, Prodromoson. Bármire szükséged van, csak kérned kell. No. Miért jöttél Andromédára? Kezdjük a szokvány kérdéssel. Viridisről jött egy névtelen kolóniáról, nagyon sikertelen volt. Ott nőttem föl, és láttam, hogy szétesnek a dolgok. Amikor elmentünk, elkezdtem foglalkozni olyan unalmas dolgokkal, mint a létfenntartás, telepépítés. Úgy éreztem, hogyha mondjuk Viridist akarnám megcsinálni jól, akkor ez lesz a legjobb esélyem. Nézzük, kollégák. What are the other outpost staff like? Like Connor, you mean? She's pretty fun when you get to know her. Connor egész mókás, hogyha megismered. Trust me. Aha, csak ne játsszál vele pókert, bízzál bennem. Ki lett ez a Connor? Talán csak nem az én, nem az én mérnököm. Munkád? What do you do here? My team gets things going. Dolgokat valósítunk meg. Víz, energia, kommunikáció, bármi, amire egy civilizációnak szüksége van. Nem törvények meg alkotmány, de azokról is könnyebb gondolkozni, ha le tudod húzni a WC-t. Eoszról mi a véleményed? Első benyomások? Van vízünk, tiszta egünk, a napenergiához, növények, amiket farmolni lehet. Igen. De úgy érzem, hogy ez tényleg valami lesz. Egyetlen véletlen tényező van, ugye a Remnant. Ezek a régi építmények. Kösz, viszlát. Bye, Fox. Have a good one. Minden jót.
Kis ipari kémkedés. No chance, de igen. Ez határozottan. Oh, nem. A Daedalus MK3 automata gyár. De pöttyöt nem kaptam érte, mindegy, így is van marhasok. Mert egyelőre még semmi nem volt, amit ne találtam volna jobbat, mint hogy kikísérletezzem és megépítsem. Upszi. Nem. Ó, hogy csillog az úriember, hát hogy csillogott valaki? Meg zöldikon is mutatja meg minden, úgyhogy vele tuti beszélni fogunk. Mint már ismeritek természetesen a szokásaimat. Hello! Utolsónak. Ott is van egy. Putyika. Nem, ezt akartam nyomni, a futás gombot. Érzed, milyen illata van a levegőnek? Nagyon újnak érződik. Itt szinte még nincsen... Jacob Mitney. Akar velem egy kicsit beszélni. Ja, ő az. Hello. Vagy nem? Ki volt ez a Jacob Mitney, aki valahonnan akart velem beszélni? Na nézzük, itt lehet, hogy tudok vásárolni, eladni. Hello, Kim Connor. Kim Connor. Supplies, trade, procurement. Igen. Anything you need, I can provide. Köszönöm szépen. You do have the Queen Quartermaster beside you. You know Vetra? Ismeri Vetrát. Connor worked with me to get everything for the Tempest. But I need ground under my feet. De neki talajra van szüksége lába alatt. Vetrát a ellátók királynőjének nevezte. Na nézzük. Is Eos trading with any new partners? Eos az kereskedik valakivel? Most csak a Nexus-szal? De független bányászokkal és gyűjtögetőkkel is van szerződése. Remélem, hogy ebből több is lesz. Milyen a helyzet? Mindenetek megvan? Nexus odaadta az alapcuccokat, de ez nem elég egy otthonhoz, a többi az én felelősségem. A laborok nem tudnak dolgozni jó ellátás nélkül, úgyhogy megkapják. Vetrát honnan ismered? You know Vetra. What's she really like? Not a word, Connor. As you like. Of course, you can't always be listening. Megkérdeztem, hogy milyen Vetra. Vetra azt mondta, hogy egy szó se. Persze nem annyira vérkomolyan. Természetesen, ahogy szeretnéd, de persze nem mindig fogod hallani, hogy beszélek. És Andromédára jövés. Te vagy a nagy felfedező, én pedig papírokat töltök ki. Mindenkinek van valami története. Én a történetem otthon hagytam. A kellemetlen téma. Jó, majd máskor kérdezlek. Elnézést. Minden jót. Na, náhogy vissza fogok térni. Úgy hallottam, hogy mindig tágul és tágul a térkép, akárhányszor csak visszajövök. Több és több és több felfedezni valóban. Például ez itt micsoda? Ja, ez még mindig a Research Station. Hagyjál békén, nem lehet semmi értelmeset kiresearcholni. Jó, ez a memory trigger, ez nagyon jó lesz. Érdekes, hogy itt is van egy memory trigger. Még jó, hogy megnyomtam. Ez itt. Szintén egy research station. Itt meg gondolom. Felkiáltó jeles dolgok vannak. Ez mi? Én ilyet nem akarok. Jó, ezt majd megnézzük. Hopp. Jaj, nem akarok E betűket nyomni. Inkább tabokat. Így. Vendi check. Remélem már vannak köztünk alakváltó idegenek. Ó, és a leglustább! Megtaláltam a leglustább telepest! Ő már alszik. Nagyon örülnek, hogy végre bolygó van a lábuk alatt. Yep. És a két leglustábbat is megtaláltam. Elnézést, nem baj, hogy innen kiveszek egy pár dolgot, ilyen hűtőcellákat például. Köszönöm. Yeah. Doc says it's just
Neki rendben van, nincsen senkibe se űrparazita. Esetleg toxikus spórák. Fertőző betegségek. Ó, fölrúgtam egy széket, nem csak betoltam. Ja. Ó, ambocsak. És ez itt egy olyan terminál, amit nyúkálni tudok. De semmilyen üzenetet nem kaptam. Mi van veletek? Én azt hittem, hogy üzentek legalább ide Andromédára, de nem üzentetek. Itten voltam már, vaj. Hello. Ott azt nézni tudtam. Már pilótától hallott valamit, valami pletykát, de mit? Á, az űrbálnákról, amik megeszik az űrhajókat. Jó, köszi. Itt sincs üzenetem. Itt viszont van valami. Darket Tiervian 28. formális kérése. Megint kérem, Bradley, tudom, hogy nem a te hibád. Tudom, hogy a hölgy a második kiolvasztási hullámban lesz benne. Igen, eléggé kellemetlennek tartja azt, hogy túl hosszú idő, amíg a családok újra egyesülhetnek. És megint kérje kiolvasztását. Upload? És a lánya. Aha, tehát őt meg lehet kérni majd a Nexuson. Eiler Family Secrets. Ja, az meg a Memory Trigger. Bolt! Hello! Tessék, itt van egy valakkacat, ami 4500-at ér. Ezt elnézést, de ezt csak ilyen hangon tudtam mondani. Én összegyűjtöttem 4500-nyi kacatot. Klafa. Na, és mi ez a Carniflex? Félautomata, drága pisztoly. 6 lövetű, nem kell. Az nekem nem jó, nem tudok takarékoskodni a pisztolygolyókkal, legalábbis most nem. Damage resistance, weapon accuracy. Igen, ez a tartalék drive support, azt ismerem. Mindent újra tölt. Na, és ennyi. Double mod extension. Ó, egy fegyverbe tudom belerakni, és sokkal több mocot lesz benne. Az jó. Igen, ez az a Tokin nevű assault rifle, ami nagyon keveset tud lőni, de célkövetős lőszere van. Hát igen, lassan ezt is ki kéne találni. Szerintem az Initiative Armort azt leadhatom, mert igen nulladék képességei vannak. Ó, Remnant Zero Gauntlet, ezt pedig föl fogom szedni. 8-es bosszúálló mattok. Ezeket miért nem lehet lerakni valahova? Tehát miért kell mindenképpen eladni? Jaj, nem. Nem gondoltak azokra, akik ilyen háthajó lesz még valamire típusúak? És inkább a vét szeretném. Kombó. Shield booster. Tech recharge modul. Remnant core. Azt se tudom, mi az Remnant Architect, de már van belőle 6 darab. Nem hiszem, hogy ezt el fogom adni. Ezt a plusz 2%-os shield boostert viszont elég valószínű, hogy adom. Megnézzük, fönt lemegy az a 40x50. Deep Space Explorer helmet, ez mit tud?
Igen, egy csomó olyan leírásba levő dolog, ami tökre nem számít. Puty-puty. Á, itt van a következő initiative armor. Ez egy olyan szép emlék, amitől szeretnék megszabadulni. Oké. Okay. Puty, vanádium. Heavy magazin. Pisztoly magazin. Pisztoly barrel. Aha. Kadmium, fluorid, litium. Ezeket tuti magamnál kell tartani, ezeket a cuccokat? Szinte biztos nem számít bele a alapanyag az item limitbe. Ugye? Mondjátok, hogy nem. Jó. És akkor... nézzük, 40/50 voltam. Confirm trade. 35/50. Nagyszerű. Jó, még egy pár fölösleges fegyvert kell kiszorni, és jó leszek. Thank you, miss. Önnel egy öröm volt bármit csinálni. Psz. Randy check. Na. Sutty. Jó, egyébként köszönöm a bizalmat és ezt a mérhetetlen szeretetet, amivel nyugtázzátok azt, hogy mindent pont jól csinálok, és tök így szeretnétek. Hocsá, és csúszandás, jó. Mindjárt veled is beszélek, igen, persze. Ó, ott volt egy emelet is, azt meg kihagytam. Henley Abrams, hello, hello. Valamint... Junchou Park. Nézzük meg ezt előbb. Ó, ez pedig ez a Henley Abrams jobboldalt álló hölgy. Aha, miféle technológia tud ilyen hamar semlegesíteni a sugárzást? Mindenféle drámai vihar hatás nélkül. Sőt, az ellen... szarba, az ellenkezője. Az időjárás annyira lecsendesült, mint egy gyönyörű nyári napon. Ez egy érthetetlenül komplex irányítási képesség, az atmoszféra, nyomás, a gáz összetétel, a hőmérséklet, még mit tudhat ez irányítani? Hiányoznak a kutyák. Kéne neki egy kutya. Vannak itt egyáltalán kutyák? Megint egy kis pauz. Ez egy naplószerűség. Ó, a naplóját olvasgatom, basszus. Marha szerencsések vagyunk a körülményekkel. A nedvesség lecsapódik. Annak ellenére, hogy Eos az kicsit szárazabb, mint a tengerszinten a Föld. És így megköti a Földet és a sivatagi növényeket. És azon filózik, hogyha már ez a Remnant technológia így helyre tudta állítani a légkört, hogy pont ilyenre állította a légkört, ami nekünk is megfelel, tehát hogy pont ilyen gravitációban, hőmérsékletben és légkeverékben éltek azok a lények is? Mint mi? Vagy másokkal van? Igen, lehet, hogy mondjuk én és Sam közös akciója volt az, hogy ilyen lehet beállítva, leszkennelt minket a berendezés, és nekünk megfelelőt állította be. Remélhetőleg Ryder ki tudja találni, hogy miért és ahogyan. Na, ahogyan pedig az én feladatom. Szerencsés öreg én. Nagyobb dolgokba akartál fogni. Na most meg is kaptad őket. Itt pedig az, hogy milyen tudományos dolgokkal foglalkoznak. CAT fegyverekkel. Illetve a CAT fegyverek fizikai analízisével. Igen, fontos a válasz. A vízben élő baktériumok.
engedélyezve, hogyha nem húzod le őket. A rovar életformákban a színek fontossága micsoda? Nem engedélyezve. Ha csak nem éred el, hogy piros fényre megálljanak. Hasonlítsuk össze a kvantum inicializált Hoare effekteket a relativisztikus hullámformákkal. Ez halandzsa. Nem adok engedélyt a legjobb szósalátának. Az element zero, nullás számú element, ez az, amivel ugye a gravitációs mezőket tudjuk megváltoztatni áram átbocsátásának hatására. Ellenállás tesztelése. Na, végre valami igazi tudomány. Rendben. Egyébként az a vicces, hogy a valós fizikában ez jelent valamit, és ez nem. Tudományos poénok is vannak benne. Ha többet szeretnétek megtudni a húrelméletről, akkor remélem tudjátok, melyik sorozatot kell néznetek, bazinga. Jaj, és nem kúzoros irányítás van. Na nézzük a tudós, akinek elolvastam a naplóját. Hello. Igen, én az úttörővezető. Ó, szívesen. Megköszönte atmoszféra módosítás elmélet lehetőségének kutatását. Új galaxis, új világ és új kezdet. Hogy tudok segíteni rajtad? Mit fogsz kutatni? What kind of research are you working on? Your basic first in scientific work, soil, water, atmospherics. Alaptudomány, föld, víz, atmoszféra. Na meg a remnantok. Meg kell, hogy értsük, hogy túléljünk itt. Milyenek a körülmények most az Eoson? Activating that vault changed the planet. Anything to worry about? Már mi aggasztó fejlemény? Hát reméli, hogy nem. Egy olyan technológia, ami megváltoztat világokat, és sohasem találkoztunk vele. De a viharok úgy néz ki, hogy nem térnek vissza, és tudom, hogy kihez kell fordulni, hogyha a Revlantok tech supportját akarom kérni. Tudja, hogy technikusként indultam. Mi a véleményed a telep vezetőjéről, Bradley-ről? What do you make of Lieutenant Bradley? Determined as hell. And he has incredible Nagyon határozott. És hatalmas hite van bennünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. A hátán vinni el ezt a települést, hogyha kell, és a mi feladatunk az, hogy ezt soha se kelljen megtennie. Miért jöttél Andromédára? Back home, I was filling test tubes in some dead-end lab. Knew me as Stefan. Isten háta mögötti laborban töltött meg kémcsöveket. Itt legalább komolyabb munkája van. Miért Hanley a beceneved? Ó, a kedvenc helyeinek a kezdőbetűiből állította össze. Ó, és reméli, hogy majd Bradley össze is adja őt a kedvesével. Hát remélem, hogy kiolvasztják. Viszlát. Keep up the good work. Jó. Folytasd a jó munkát. Elnézést, uraim, hogy így be kell navigálnom önök közé, de csak így tudok beszélni. Menjenek már egy kicsit arrébb. Na mindegy, így is tudok beszélni. Pathfinder? Mind giving me your opinion on this? I'm planning Nagy probléma lenne, hogy ú, ő egy tanár, és a véleményét szeretné elmondani. Valaki azt mondja, hogy a tejút történelmét kéne tanítani, de hát nem igazán számít most már, ugye? Nem, szerintem még mindig számít, ugyanis a, a homo sapiensek egyik definíciója az, hogy a múlt eseményeiből a jövőre tudunk tervezni összetett mondatokban, tehát érdemes a múlttal foglalkozni. Igen, minket formált az a történelem, és a gyermekeink rászolgáltak arra, hogy tudják. Megköszönte a véleményt, és nem tartotta értelmetlennek. Kúság! Na ezt hívják úgy, hogy a munkával járó felelősség méghozzá elég nagy mértékben. Pathfinder,
Jövök. Hogyha major domó vagy, akkor mindenképpen jövök, mert akkor lehet, hogy egy harcművész edző, az pedig tiszteletre méltó dolog. A Tannak szól, ugye kedves Alien Nexus vezető barátunknak, hogy ne küldjön annyi üzenetet, nem szeretné azt, hogy mikroszkóp alatt érezzék magukat az emberei. Addisonnal fog beszélni, ugye, azt hiszem ő a településekkel foglalkozó vezető. Értem, egyes és kettes hely számunkra is kissé durva, mármint az a két elpusztult bázishely. De Prodromos nem ugyanaz. És nem látok jobb módszert arra, hogy hagyjál minket a munkákat végezni. Adjál nekik helyet, azaz teret, és minden jelentést át fog neked adni. Rendben? Hát kicsit monyózós, Mr. Tanne. Ó, és mindenkinek elküldte. Ja, ez a vezetőnek a terminálja. Rekord idő alatt berendezkedtünk, legyetek büszkék, én az vagyok. Jó vezetőnek tűnik. Első hullám megérkezett. Első telepes hullám. Nyújjatok nyugodtan a jó cuccokba. Egy új kolóniát kell kisütnünk. És nagyon sokan elvesztettek barátokat. Egy új kolóniát kell kisütnünk, és egy pár elveszett barátot, akitől el kell búcsúzni. 8 órakor party. Bradley. Nagyon-nagyon jó vezető. Ugye a tiszteletet ezt ki kell érdemelni egy vezetőnek, nem pedig jár. Na nézzük, Scott. Pathfinder. Major Domo Evan Bell Scott. I have headaches, so you don't have to. Neki van fejfájás, hogy nekem ne kelljen fejfájást kapnom. I've also coordinated with your cat expert. He wanted me to remind you to find him. I didn't assign a cat expert to Prodromos. Cat expertet rendeltem Prodromoshoz. You're the nav anyway. Precision is important. Tehát van valamilyen kettekben való expert, tehát ilyen nagyon ért a kettekhez, és azt hazudta, hogy én javasoltam. De elég jó. Na, akkor milyenek is a kettek a környéken? Ő a biztonsági tiszt lesz. Hát számukra is kitisztult az ég, nem csak számunkra. Na, milyen szakértőm lehet nekem? Oké. A vezető? Öreg ember. Nagyon rá van kattanva arra, ami itt történik. Jól irányítja a tudósokat. Remélem büszke. Úgy érzem, hogy büszke. Milyen kis rohangálós. Eos, hogy tetszik? Csillagászati. Meg fogjuk oldani, hogy ez egy olyan világ legyen, ahogy a brosúrákban kinézett. És a személyes háttér... Like many, I was lost and looking for a purpose. Elveszett és egy célt keresett az életébe. Nem így éreztem, amilyen büszkén ez hangzik, de azt hiszem, egy kibírhatatlan seggfej voltam. But I always took things too far. Didn't know how to stop alienating people until I was the alien. See? Still insufferable. Aha. Tehát nem tudta abba hagyni azt, hogy elidegenítse az embereket, amíg nem ő volt az idegen, mert ugye idegenek vagyunk itt. Otthoni bolygó? Honnan jöttél? Ó, ő egy földi. Hiányzik neki a olvadás illata, nem tudja, hogy miért. Hiányzik valami? Igen, hülye romantikus dolgok. Igen, a pamlagon ülni, mielőtt bejön a filmsorozat.
The size of the planet decides how long you wait in the dark. Your popcorn sounds nice, Pathfinder. Meg az is hiányzik, hogy egy bazi nagy bolygó mondja meg, hogy mikor van éjszaka és nappal. De tetszik neki a válasz. Ó, a család életében nem fog fájkálni. Of course. Meglehetősen szimpatikus lakók vannak itt. Jó, na nézzük, csillogó barátunk. Előtte a memory trigger. Miért fáj? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Még trigger kell. Jó, ő? Mayor Bradley. Bemutatkozás. Good to see you. Örül. We're busy as anything, thanks to you. Elfoglaltak vagyunk, köszönhetőek neked. Kicsit porosak, de tudunk alkalmazkodni. Értékes az, hogyha magadra vagy hagyva, idézőjelesen persze. Azért ne dolgozzátok túl magatokat. Megnézve ott a jutni ideig. Aha, egyáltalán nem korbáccsal kergettem őket, mindenki nagyon-nagyon várta már ezt. There will be more to do on Eos later. Some key positions. Később jöhetek vissza. Ramirez Medical, Abram Science, Fox Engineering. Velük beszélgettem. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. Nem fogjuk úgy végezni, mint az 1-es és a 2-es Site-on levőek. Nem tudták, hogy mi csapott rájuk. The first two outposts didn't have a chance. It was clear to everyone on the ground. I saw the brief. I'm making sure every one of our people is eyes wide. You changed this planet. Megváltoztattad ezt a bolygót, de attól még nem lett könnyebb. Használjuk a jó emberek, akik meghaltak az 1-es és 2-es Site-on, emlékezni fogunk arra, amit ők tettek. Nézd a jövőbe. Looking back isn't a good use of time. We have to keep building. Keep is generous. We have to start. Not just survival. Igen, nem csak túlélés építés, hanem valódi építkezés. It's our flag. Ó, és nekem adta zászlóját. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Rakjam ki a Nexuson. Rendítsek, úgy lesz. Most gondoljatok bele. Gondoljatok bele abba, hogy milyen problémáitok vannak most, jelen pillanatban. Kis problémák, nagy problémák, lényegtelen a ti problémáitok. Mi volna, hogyha hirtelen le kéne ide szállnotok, és működtetnéd egy állomást? Probléma lenne, vagy esetleg kihívás, öröm, vagy ijesztő? Ezt szeretem az ilyen science fiction típusú történetekben, hogy olyan dolgokról gondolkozhat az ember, ami esetleg a normális élet mókus kerekében problémái között eszébe se jut. Nem? De. Ott és itt Mr. Ramirez. Remélem ő DJ Ramirez egyik távoli jövőbeli rokona. Egész jó zenéket tol az űrge. Én legalábbis azon az egy napon, amikor a Balaton Soundon voltam, nagyon jól dancelltem rá. És a tánc ritmikus zajokra, azaz zenére nagyon jót tesz az ilyen számítógép előtt gübbedő emberkéknek, mint te vagy én. Nézzük csak. Mr. Joseph, kicsit problémásnak találom, hogy azt hiszi, eltéríthet a kötelességemtől kreditek felajánlásával. Megértem, hogy Victor Carson az ön egyik barátja, de attól ez még nem egy indok arra, hogy kiolvasszuk őt, és elküldjük Prodomosra. Ezen túl, abból, amit hallottam, maguk ketten egy olyan katasztrófa, ami azt várja, hogy megtörténjen. Hallottak mindent arról a poénról, amit ön és Mr. Carson Everetten kitöltött, vagy alkalmazott, mielőtt elkezdtük az utazást a Helios-ra, Helios Clusterbe, azaz ide az Andromédára.
Victor Carson-t akkor engedem el a stázisból, amikor én ezt alkalmasnak tartom, és egy olyan telepre fogom elküldeni, ahová a legjobban szükséges az ő képzettsége. És hogyha arról hallok, hogy megpróbál a hátam mögött Addisonnal beszélni, akkor nekem kell válaszolnia. Becca, könyvelő adminisztrátor. Szimpla utálat a móka ellen, vagy lehet, hogy oka van rá? Ez ami betegség jelentés egy páciensről. Klausztrofóbia és alvásképtelenség. Ó, bezárodott a kiolvasztó podjában, miután a stázisból kihozták. Pszichoszomatikus indok, de a szimptomák egyeznek. Két héti kezelésre szorul. És személyes megjegyzés, akkor ez lesz az orvos. Rengeteg olyan esetet látok, hogy sztázis után aggódnak, és egyéb negatív pszichés tüneteket mutatnak a betegek. Az emberek nem arra vannak tervezve, hogy kikapcsolják őket túl hosszú időre. És az előbb a tudósnővel, akivel beszéltem, azzal egyeztetni fog egy kutatást ezzel kapcsolatban. Csomó dolgokban mi vagyunk az elsők. Ó, és dr. Ramirez. Többszörös lábtörés. Leesett a tetőről. Csemcsetek nem működtek. Fájdalomcsillapítóra allergiás reakciót mutatott. Balboka kificamodott, jobb lába több helyen eltört. Na, tisztára, mint én, csak én nem a tetőről estem le. Így le kellett fogni sajnos, amíg helyreállítottam a lábát. Megipszeltük, fertőtlenítettük. Igen, hát a munkavédelmel kapcsolatban van megjegyzése, hogy... munkavédelemről, hogy igen, karban kell tartani a jamchetet, tehát hogy így leesik, akkor mivel itt nem kapcsolódott be rendesen, és nagyon szépen gyógyul, egy hét múlva ismét leeshet a tetőkről. Elég vicces tudós. Kb. Mint a doki, aki engem kezelt a Honvéd kórházban. Na nézzük, dr. Ramirez. Aki erőteljesen szkennelgeti a sarkot, hát gondolom ő is babonás lefekvésről meg kell szkennelni a sarkokat, hogyha új helyen vagyunk. Ryder, yes? Dr. Ramirez. Üdvözöllek, Ramirez. Much better than life as an Alliance medic. Good to meet you. I'll guess you're not here for a checkup. How can I help you? Nem ellenőrizni vagy itt, hogy segíthetek. Milyen az élet? What's it like living in our first successful outpost? It's early days, but promising. Ígéretes. Mindenki számít, mindenki belead, amit tud. És tudjuk azt, hogy hogyan kell ezt csinálni. Miért jött az Andromédára, Andromeda galaxisba? I served in the Alliance as a medic, but let's say I saw one Batarian slave raid too many. Túl sok Batarian rabszolga raidet látott. Unalmas volt a munkája. Ez egy jobb ismeretlen terület, mint amivel otthon találkozott. Mit gondolsz Bradley-ről? Évek óta ismeri. A katonai szakaszában dolgozott, mint medik. Ja igen, tehát nem akar harctéri orvosként dolgozni. Nem szereti, hogyha a keresztnevén szólítja, tehát max. 2-3-szor szólítja a keresztnevén naponta. És milyen a klinika? Egy pár kiszáradásos eset, ideglenes vakság a napfénytől, semmi komoly. Meg ugye a tetőről leeső ember. Gyere vissza bármikor, hogyha lehet, akkor egészben. Jó arc.
oxigén. Whee! Vagy. És azt hiszem ennek a tetején még nem voltam. Nagyon remélem, hogy bízhatok a vizuális memóriámban, de lehet, hogy már itt voltam. Emlékszek egy ilyenre, amikor így emberkék mellett jövök föl, és igen, igen, szerintem már voltam itt. Az nem olyan rossz egyébként, hogy megszokja a szemem a fényt. Aha, itt van Fox. Egyedül akkor problémás, amikor visszatérek a menüből, és így minden kivilágosodik. Hát én nyomtam, de ezek szerint hibás volt a háti rakéta. Na és az a nagyon szép dolog ott, az micsoda? Ó, ezt már begyűjtöttem. És ez a kerekbigyó, ez mindenhol ott van. Ja, ez a leszálló pad, akkor ennek nem állok a közepére, mert a fejemre fog ereszkedni egy leszálló hajó. Ah, hello, hello. Hello. Ja. Jó, nem olyan kiabálás vagy gond. Mi a legjobb karantén módszer? Aha, bármi, ami leszáll, sterilizálni kell és átnézni. Henley-től. Tudóstól. És itt van egy megjegyzés a kolónia vezetőtől. Bárki, aki azt mondja, hogy nem kell átmenni a fertőtlenítésen és a vizsgálaton a cuccnak, mert a speciális, különleges, és ne igazán zavartassuk magukat, akkor kétszer fogjuk végrehajtani az eljárást. Tényleg jó vezető. Igen, lehet, hogy ez a remnantos vault, ez kitisztította a atmoszférát, de még mindig vannak olyan területek, ahol magas a sugárzás, vagy az idő nagyon rossz. Bizonyos zónák retentőek, de vannak olyan zónák, amik csökkennek. Most gondolom, az nem számít, hogy a 800 zóna csökken éppen, és a 10-től 12-es nem. Úgy se jelöli a térkép. Igen, figyeljétek a leszálló egységetek, sugárpajzsait. És hogyha az egy bizonyos 190-es érték alá süllyed, akkor inkább forduljatok vissza, és szereljétek meg, frissítsétek a pajzsot. Ne, és persze, hogyha sugárzót szállítotok, akkor ugye kidobhatjátok a mérések eredményét. Aha. Ó, és elmint egy menetrend, hogy hova, miért repülnek, tehát mindenki jelentkezzen időben, hogy a növényekért akar menni, vagy geológiai felderítést akar végrehajtani. Ja, ez tényleg egy tudós kolónia. Ez pedig szerintem egy vízprocessing plant, mert egyébként elég értelmetlen volt ezt így ideépíteni. No. Fölmenjek a tetejére és megnézem, hogy van ott valami. Nem. Viszont hallottam egy szélcsengőt. Na nézzük, a hajón mögött is van egy pár épület. Megnézem, mi ez a kerek bizé. Ah, megint hallottam a szélcsengőt. Jó ötlet egy szélcsengőt föltenni. És nagyon szépek a sziklaformációk. Most már gondolom, hogy miért csöppen el bármelyik geológus, hogy időben jelentkezzen. Utazásra. Na, nem, biztos nem, akkor nem. Lehet szkennelni? Szintén nem. Ez a nagy kerekbizé. Ez lesz szerintem a víztisztító. De ezt nem tudjuk meg, legalábbis most nem. És viszket a bal fülem. Ami azt jelenti, hogy vegyetek 6-os lottót jövő héten. Nézzük. És felezzétek meg velem a nyereményt. Mert ez egyértelmű. Ó, ez itt a tudományos, ami űrkutatás. De tényleg, mert kint van a vízfeldolgozó, ez meg a tudományos cucc. Nézzük itt, mi van.
Ó, kérlek, segíts. Ó. Csak így tudok segít kérni, mielőtt valakit megölnének. Veszélyes remnant technológia. Aha, valakik azt hiszik, hogy hazudik a tervezetünk arról, hogy ez milyen veszélyes. Ó, rá kell csapni egy pár elektródát, és elvégzi a munkánkat. Megpróbálták ezt mások is korábban, és ott voltam, mint asszisztens a kórházban. A Harti nevű embernél, akit a Remnant Observerek egy kicsit átfaragtak más alakúra. Tehát Jennings azt mondja, hogy úgy élhetünk, mint a királyok, hogyha egy Remnant robot sereg dolgozik nekünk, és harcol helyettünk. És egy egész csapatot elvitt magával. El kell mennünk velük, talán le tudom róla beszélni, de hogyha nem, akkor hagyok egy üzenetet, hogy tudjátok, hogy miért nem jöttünk vissza. Someone left a warning. Looks like a work crew thinks they can take control of the remnant. That's an incredibly bad idea. Ez egy rettentően rossz ötlet. The datapad mentioned medbay. A little work, we could find where to catch up with them. Most vissza kéne mennem a kórházba, hogy megnézem, hogy mi a helyzet, ugyanis azt említették meg. Ez tuti nem medbay. Viszont van itt valami érdekes. Jaj, Research and Development, piha. Valamint mit tudtok ti Bidej Meyer nagyanyóról, piha, de előtte még egy scan körbe nincs semmi. Jó, és akkor persze direkt a tó túlsó oldalán van a medbay, úgyhogy elfutok a hajóm alatt, és megnézem, hogy újra festették a lekopott tubfózást. De úgy látom, igen. Ó, a medált azt kitettem a sziklára még ott a másik helyen. Sivatagba érdemes egyébként futógyakorlatokat tartani, mert sokkal hamarabb kifáradunk, és itt lődözgettünk egymásra a kettel. Nem, csak ketten. Ja, és van egy krogan az űrhajónkon. Zsírna, szkenneljétek azt a rakományt. Ó, hogy két leszálló. Ja, hogy a... két leszállópad is van. Ja. Aha, és itt megint volt egy szélcsengő. Hol van rejtettétek el a szélcsengőket? Tik. Én vagyok az úttörővezető, ha akarom. A tetőn át közlekedek. Melyik volt a kórház? Szerintem az. Nézd, most látsz? Most nem látsz. Most megint látsz. Itt lent volt a kórház, vajon? Most nem, fönn volt a kórház. Ő a harcos fazon. Ő a tudós hölgy. Ja, fönt lesz a kórház. Kontroll! Nem nyomtam időbe. Ez volt a medbay. Igen. Bocsi, előről kell beszélgetni. Ryder. Jó, tőle nem lehet megkérdezni. I'll leave you to it. Come back anytime. Preferably unhurt. Igen, ugyanaz a búcsúzás. Aha. This definitely treated wounds caused by a remnant. That datapad said the work crew tried to control them. Igen. Sand particles were removed from the wound. Analyzing. Oh. The sand may be from several locations. Köszi, I need more data to form a conclusion. Okay. A lényeg az, hogy a sebből homokszemcséket gyűjtöttek ki. És a homokszemcsék alapján Szemnek van már egy pár ötlet, hogy a bolygón honnan származhatnak. És itt voltam már.
Na, Józsikám, föl tudok én odaugrani. Nézzük. Igen. Jaj, már a jó öreg ősi trükk, hogy itt előpakoltátok a bejáratnak a cuccokat. Jó. Kiszken. Na, akkor nézzünk egy térképet, aztán megyünk a kocsihoz. Tehát ez itt mi? Ez a híres, nevezetes felkiáltójel. Oké? Itt ez. Ez mi? Aha, hogy utána nézhetek annak is, hogy ki volt akkor beosztva. Akkor nézzünk mindenképpen utána ezeknek a dolgoknak. Hop, 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 hop. Erre vajon fel tudok ugrani? Uh-huh. Ez csi? Upszi. Ah, itt van az Encsinár. Hello! Ó, Foxnak van egy tesója. És ebből akkor most kiderítettünk valamit? That datapad mentioned the name Jennings. Here, Axel Jennings. Assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Mm-hmm. Only one location matches the sound from the medical equipment. A monolith. Let's go. Mm-hmm. Tehát ők egy időjárás felmérő csapat, akik arra gondoltak, hogy jaj, de jó, hát a remnantok nekünk fognak dolgozni. Jobb a biztonság. No, és akkor ide fast travelgethetek, ez egy research station. Rock for science. És hogy ennél a monolitnél vannak, jó, akkor ez a monolithoz megyek. Teljesen jó ötlet, és utána meg megnézzük ezt a memory triggert. És nem adódik semmi új, akkor kapva kapunk az űrhajóra, és hús! Jó. Oda kell fölmennem. Tegyünk így! Ó, mit látnak itt szemeim? Telepített turretek. Jó sok turret. Ezt nem tudom esetleg leszkennelni. Ja, ezt igen, ezt hiába nyomom, de az egy piros. Turretet meg le tudtam szkennelni. Egy védekező turret, ami világos alapon világos betűkkel rendelkezik. Aha, nem légvédelmi ágyú, de elég jól tud védekezni. Hát ez azért remélem ledarálják a kettek javarészét. Hopp! Ne feledjünk elfordulni. Oda, hogy is jutottam föl a múltkor? Erre. Még keréknyomok is vannak. Ja, bocsi! Összkerék meghajtás, így a négy hátsó kerék nem rugózik, de stabilabban megy. Honey, I'm home. Miért a másik oldalt szálltam ki? Hupi. Hupi. Ó, hello. Köszönöm. No sign of that work crew, but someone left their gear behind. Nincs itt a legénység, de valaki hátrahagyta a cuccot. Ugye a cuccukat. Itt vagyok, itt vagyok. Nézd, mennyire itt vagyok. A felszerelésük itt maradt. Wait, I've got an open comm channel. Easy money. Once the electrical charge builds up, we'll have ourselves some nice obedient remnant. You better be sure this time, Jennings.
If you're that spooked, go hide behind the four giants. I'm busy. Könnyű pénz. Lexi, found another colonist. So many. Találtunk még egy kolonistát? Hol? Hol találtunk még egy kolonistát? We're so close. I just know it. And once we get that linguist, we'll crack it. Azt mondja, találtunk még egy kolonistát. De hol? Been a slow start, but we got this. We... Oh no. No! Találtunk valami komcsán... Á, ott van szegénykém. The remnant aren't all bots and maybe blue skies. Stay careful. Jó, hogy őt már megtaláltuk, de őt még nem. Pavlov, Amira S. Got it. Szegény. Csak nem tudom, miért itt mondta, hogy találtuk. Kicsit fura. Ezen ugráltam ugye föl. Itt a gyere, nem látok halott kolonistát sehol se, nem se. Bazony nem. Jó, ergo. Egy kicsit messzebb vannak. Ó, jöjjünk ide. Kicsit közelebb elérhetjük őket. Reméljük még időben. Mert megpróbálják rabul ejteni. Várjunk csak, itt két interfész is van. Itt. Ó, ez a loadout interfész. Okés. Akkor ezt a fagyasztót kérném szépen helyette. Ha már ilyen jó kis remnanteket találtunk. Nézzük. Jó, ehhez nem találtam. Jobb kiegészítéseket, és ehhez nem. Vissza, bocsánat, így. De nem! Azt mondjad, hogy mire jó. Ja, ott van pisztoly damage, meg azért. Receiver. Aha, ez kell. Meg az, hogy pontosan lőjön. Oké. Jó vagyok így. Majd, ha elkezdenek túl sokszor lelőni, majd akkor gondolkozom. Páncél. Netán. A Deep Space Armorhoz tartoznak ezek a cuccok is. Plusz 3 combat power, nem? Ettől könnyebbek a fegyverek, és több ammót vihetek magammal. Nem hiszem, hogy kéne ez. És ettől pedig... Több XP-t kapok, és többet sebb ez a fegyver. Na, maradunk ennél a kiosztásnál. Ó, mondjuk ebbe tudnék egy modot rakni. Van modom? Aha, tehát kevesebb health 50%-kal és 150% pajzs, 50% health. Nem tetszik. Ezekben nem lehet modokat rakni. Sisakok közül egyikbe se lehet modokat rakni, maradok ennél. Ehelyett nem tudok valami mást vinni. Annyira nem. Jó. Na, viszont a csapat. Nézzük, kora helyett vihetek valaki mást. Nézzük Pibit, ő még nem lépett szintet. Vetra marad, egyszerre mindig csak egy valakit cserélek. Ha nem veszekednek sokat, akkor maradnak így. Jó, hát ez a színezés, ez egy kicsit jobb. Páncél színezés esetleg, á, de hogy. Rendben. És most újra tölti. Ah, hello, Pibi. Mászkáljunk egy picikét. Radiation levels have spiked, Pathfinder.
Yeah, erosion and whatever. Let's find some tech. Találjunk valami tech-et. Ó, nézzük meg például ez mi. Ó, save the crew, anyád valagát. Jó. Tuti nem mentem meg a crew-t. Ennyi időt, basszus, hogy mentettem volna meg. Maker. Jó, hát az időre menő küldetések nem az erősségem. Help us! Please! Na, náhogy helpellek benneteket. De most úgyis halottak vagytok. Fegyver elő! Izét dobj! Na jó. Ennyi kevesebb. Ott látok még egyet. Ez az, inkább rám néz, baby, inkább rám néz. Na, ne es pánikba, Józsikám! Mi ez a szar? Jaj, segítség, ez egy Teenage Mutant Ninja Turtle. Nullifier, anyád valaga nézd, kapsz ilyet, meg ilyet, meg ilyet. Csak ne nullifiozzál, jó? Megdöglött mindegyik, megdöglött mindegyik. Újra töltés. Fegyvereltétel, szkennelés, és hullák jelentése. Ez a nullifier ezt tudti, hogy új. Jó van, rabul ejtettétek. Mi a technológiát? Gratulálok. Ó, hozzá... Hát ilyen túret lesz belőle. Hozzáragad a földhöz. És utána átlő mindenen. Nagyszerű. Jó, és a legénység maradéka esetleg. Mr. Help us please, hol vagy? Itt az egyik. De már nincs ott. Nos, mit kell ahhoz megnéznem? Hopp. Ez ők csöggé. Ez itt egy. Ah, megpróbálták alkalmazni a technológiánkat, de nem jött össze. Hát a kis túrettem elég rossz helyre dobtam. A következő hulla, és nem soká én leszek hulla, hogyha még sokat maradok itt a sugárzásba. Jó, még egy pár halott. Jó, hát hogyha előbb észreveszem azt, hogy mi van itt. Valamit nagyon mutat. Ah, hello. Egy munkás túlélte. Igen, megtaláltalak benneteket, de nem elég. Ja, ő volt az, aki írta az üzenetet. Akart egy robotsereget és megkapta. Mit próbál csinálni? Elektrosokkal megszelidíti őket. Jó, teszed, monsieur. Rendben, ez micsoda? Lehet, ha időbe érek oda, nyitva lett volna ez a kapu itt. Most már hiába szkennelem. Jó, még erre felszaladok, hát ha szkenn valami. De ha nem, akkor... Jó, ennyit erről. Lehet, hogy lett itt volna valami a technológia, de nem vettem észre időbe, hogy ott telik az idő. Ez van. Cső, kellemes hazajutást. Nézzük, mi mit tudunk még itt csinálni. Próbáljuk meg még egyszer ide fölmenni. De hol a tökbe tudok oda fölmenni, mert
Igazán látok sehol se lankát, talán erre. Nem, hármas szintű radiáció, az egy későbbi feladat lesz. És az meg szalad utánam gyalog? És mi volna, ha fölvennénk? Öreg, szállj be! Szállj be, itt az ajtó. Igen. Not soon enough. I tried. I left the data pad at the outpost. Igen, ezt már tudjuk, ezt már az előbb is elmondtad. Szerintem sokkot kapott, azért mondja el előről az egészet. Jó, menj haza, biztonságban vagy. The way back to Prodromos is clear. You'll be okay. I'll tell Bradley what happened. Jó, mondd el neki, csak menj haza. És te folyamatosan jönni fogsz utánam, vagy mi? Kuk. Igen, jön utánam. Ki tudod nyitni ezt a likat itt? Nem csak körbe tudsz haladni. Jó, akkor hagyjuk. Mindjárt elfogy a life supportom. Ezt meg megnézem, hogy mi. Ó, egy konténer. Köszcsi. Na de most már visszülök, bakker. Akkor is érdekel, hogyha egy remnant polgármester gyűlik ide. Jó, hát figyelj, ha nem akarsz beszállni, akkor gyalogolj így. Elmegyünk még ide. Mondjuk innen. Ott talán föl tudok megmenni. Közben sodorintok egy cigarillót. Amíg tölt. Amíg ő tölt, addig én is töltök. Hoch, már itt is vagyunk. Igen, életfenntartó ismét online van. Még szerintem én is kiszállok, mert ha jól emlékszem, akkor ez így nem tölti fel az enyémet. Lássuk, hogyan áll a macska szem. De, föl van töltve. Egy V betű. Puty. Nem akarok leesni a lukba. És akkor hol van az a célpont, ahova megyek? Ott. És én azt hittem, hogy arra van egy lanka, amin föl tudok menni, de... nem biztos, hogy jól hiszem. Ó, itt egy barlang viszont. Lehet, hogy erre föl tudok menni. Vagy pont itt van az a dolog, amit keresek. Na nézzük. Az ott olyan, mintha egy mineral deposit lenne, de szerintem nem az. Radiation level 1. Nem, ez csak valami textúra marhaság. Loot from our outposts. And an Ark escape pod? Where did they get that? Crap. Do you think they might have found an Ark? We need an up close scan. Na, ez nagyon érdekes. Volt itt egy Ark escape pod, és ha jól láttam, akkor kett. Barátkozzunk össze a kettel, nézzük, ők fedezékben vannak, mi nem. Oda dobok egy ilyen ágyút, aha. Jó, örülnek neki. Na, hogy ez nem számít fedezéknek? De. Ó, nagyon-nagyon lő, nagyon-nagyon kedvesen lő. Nem egy pont most elbasszus, hát. Olyan izé vagy. Pedig már azt hittem, hogy bulizunk és szerettek minket. Nézzük, hát ha a gránátvetőnek jobban örülnek. El tudok lőni addig egy gránátot. Ups. Flam. Aha. Örül neki. Jó. Menj oda-vissza, és akkor ígérem. Legközelebb jobban célzok! Undi vagy. Nem is szerettek ti engem igazán. Na, minden esetre visszajött a golyószóról. Ha! Itt is van egy. Elnyenó. Kedves kém. Nézd csak!
modern technológia. Jó ez, szeretjük. Csak lelőttem a saját ágyomat is. Újra töltés. Megkedveljük még ezt a gránátvetőt szerintem, nézzük csak. Ah, rossz irányba pattant, viszont... Ezt még nem tudom kilőni. Hello! Várjál! 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 Ajaj! Meggránátvetőzlek, köcsög. Olyan hülyém... Jaj, és hát ő meghalt, de jó. Ó, most már nincsenek sokan. Következő kettőt búvik. Másik irány. Ghost Minadars, persze, az is. Hehe. Még van egy. Na. Nyugika. Na, nem férek át. Milyen ez már? Gusmoncsú. Meghalt. Jó. These caves could be a good shelter if people need it. Never liked the caves. Too many carcasses in your sleeping bag. Hát ez egy nagyon jó kis pihenőhely. Na, rakd már a fegyvert. Oké. Okay. Egy shotgun modifier. Scan az nem mutat semmi újat. Loot viszont van. Nagyon sok, sok szép loot. Találtam nála egy magazint. Remélem vannak benne fotók. Na és egy Ark Escape Pod, engem az érdekel nagyon, az az Ark Escape Pod. Kadmium, ilyet szerintem már láttam, de azért semmi különös, és... Biotic Damage Booster. Nem vagyok biotic, bocsi. Jó, és akkor ott az Escape Pod. Szépen, annál is jobb, mert a life supportom már nagyon alacsony. Szépen visszamegyünk a kocsihoz. Közben felrobbantom a kis cuccimat. Futás van, így. És akkor nézzük meg azt az Ark Escape Podot. Ott van fönt, ha jól látom. Remélem annyi időre még ki tudok szállni. Ezt nem lehet szkenelni. Igen, látom, hogy megy le a radiése, nem? Tudok oda fölmenni, talán erre. Még remnant cucc is van bent. Menj már föl! Na végre. Remélem még van itt valami láthatatlan állat is, ami megesz. Futás, 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 hol az Ark Escape Pod? Itt. Ihol-e? Looks like they found it drifting and brought it here. I'm not able to extrapolate point of origin, Pathfinder. The Ark might have survived. Let's hope so. Valamelyik Ark túlélte, idehozták, mert megtalálták. De sajnos nem tudta megállapítani, hogy honnan jött. Ó, van egy Zalkin. Nem akarom equipelni, meg akarnám nézni, hogy mit tud. De azt nem mutatják meg, úgyhogy majd equipelem, amikor lehet. Ó, itt nincs semmi. Futás. Lemegy a life support. Ennek a túloldán valami esetleg? Noko. Ilyen szép kis járművük van, enyém szebb. Na, remélem nem lesz bazinat sugárzás itt a túloldalt. Más.
sok. Radiation level 3. Mi ez a jel itt? Point of interest. Ide tuti nem tudok eljönni. A memory triggerhez se hiszem, hogy 3-as radiation-be eljutnék. De persze ez nem tart vissza, hogy ostobán kockáztassam a magam és a legénységem életét. Menjünk! Legfeljebb visszatöltöm. Na nézzük. Maradt 3-ason a radiation, hogyha lejövök ide? Ha marad, akkor megdöglünk. Ha nem marad, akkor nem döglünk meg. Itt van pont fölöttem. Itt is 3-as, itt is. Life support levels critical. Please see. Jó, ide nem jövünk még el, akármennyi érdekes dolog is van itt. Várni kell, amíg lejjebb megy. Ehhez is a sugárzás, ehhez is a sugárzás, ehhez is. Ehhez is, és ehhez is. Úgyhogy... Hitch és fast travel. Radiation levels normal. Azért legalább körülnéztünk és találtunk egy escape podot. Amit valószínűsítek, hogy itt a környéken találták meg, és azért hozták ide. Nézzük waypontok tekintetében. Ott fönt van valami, amiről sosem tudjuk meg, hogy micsoda. A memory triggerből begyűjtöttem annyit, amennyit lehetett. Arkokat annyira nem találtam. Ezt majd a Nexuson kell megcsinálnom. Nem tudom megcsinálni. Carrie-vel szintén a bázison kell találkozni. Weapont akkor se fogok craftolni, hogyha fejtetőre álltok. Mert nincs olyan fegyver, amit értelmes lenne craftolni, és vagy nem akarom a videóban arra vesztegetni az időt. Hát halottakat azt remélem eleget találtam. Három lényt tudtam szkennelni a 10 fajtából, szerintem majd ez is, hogy felszabadulnak területek. Úgy lesz megtalálva. Igen. Itt vannak a missziók, amiket már megcsináltam. Nekivel beszéltem. Letettem a pendantot. Megtaláltam a hiányzó tudós űrhajót az űrben. Titkos fegyver research. Rendben. Ez volt az, amikor leérkeztem. És a szabotást is megoldottam, bár elengedtem a fazont, szeretném összehozni megint a száműzötteket. És az otthon levőket. Jó. Ezt kikapcsolnám, hogyha lehet. Ezen meg nincs mit bekapcsolni. Jó. És most nem tudok save game-et tolni. Miért? Vajon miért? Elvileg most én egy tök biztonságos helyen vagyok. Itt miért nem lehet save-elni? Mindegy, fölmegyek a hajóra, ott tuti lehet szévelni.
És mivel ez egy 1 óra 50 perces videó lett, ezért sziasztok, legyen szép napotok, szokás szerint hüvelykújjazzatok meg, hogyha tetszett, és a következő rész a hajó levő monyozásról és a visszatérésre a Nexusra fog szólni. Norma 69 voltam, csőt!